Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes témát fogok feldolgozni, bár eléggé periférikus, azaz nehogy azt higgyétek, hogy naponta erre szükségetek lesz, de jó, ha tudjátok, hogy ezt is kényelmesen, professzionális módon meg tudjuk oldani Linux alatt, más alatt is, természetesen Windows alatt is, pontosan így meg tudjátok oldani, de mivel Linuxos csatorna, hát dicsérjük egy kicsit a Linuxnak a lehetőségeit. Több hangsáv rögzítése. Miért? Azért, mert valamikor játékokról, vagy én programokról készítek videót, annak van egy saját hangja, meg én is beszélek. Hát ezt a hangot érdemes rögzíteni. A másik, amikor egy audio-videó vágást szeretnél bemutatni, és jó lenne, hogyha az audio vágó programba hallható annak a videónak, vagy audiónak a hangja is rajta legyen a hangsávon, és a te hangod is rajta legyen egy másik hangsávon, hogy könnyen tud kezelni, a kettő elváljon egymástól. Tehát az a lényeg, hogy akármilyen olyan feladat, amikor egy monitoron lévő programot, akármit rögzítesz, és azzal együtt kell, vagy szeretnél egy másik hangsávot is elválasztani a fő hangsávtól, hogy azt te a későbbiek folyamán kényelmesen tud kezelni. Azaz, én mindig azt mondom, hogy két hangsáv kezelése, nézzétek el, több hangsáv kezelése az, amiről beszélek, hiszen gyakorlatilag ahány hang bemeneted van a gépeden, annyi hangsávot tudsz te rögzíteni ezzel a programmal, gyakorlatilag természetesen egy-egy hangkártyán több bemenet is van, több mikrofon bemenet van, van vonal bemenet, és rögzítheted magát azt, amit te hallasz, hangszórodból azt is tudod te rögzíteni, és kényelmesen és profi módon. Ha szükséges a hangok egymáshoz és a képhez való szinkronizálása, akkor az nem működik kényelmesen úgy, hogyha te fölveszed a saját hangodat, amit én itt beszélek, és majd alá teszek egy játéknak, egy programnak, vagy egy akárminek a hangját, és összeszinkronizálom. Ez eléggé macerás munka. Még egy megoldás van, hogyha különböző programmal felveszed mondjuk a vonal bemenetnek a hangját, felveszed a mikrofon bemenetnek a hangját másik programmal, és a kettőt egymás alá teszed. Ez azért kényelmes vagy megoldás, mert természetesen, ha párhuzamosan fut két rögzítő program, nem mindig szokott összejönni, de ha fut, akkor nyilvánvalóan abban a tizedik másodpercben ugyanazt veszi fel, amit mondasz, és avval szinkronba veszi fel mondjuk a vonalbemenetet, azaz a szinkronizálás dolog, ha fontos, akkor természetesen, hát bizony, valami megoldást ki kell találni. Itt nem arról beszélek, hogy te beszélsz, és aláhúzol egy zenét. Kényelmesebb megcsinálni videóvágó programba, de itt arról beszélek, ha szinkronba kell lenni egy-egy bemeneteknek a bemeneti hang erejének, hang minőségének, és akkor kell zenét hallani, amikor éppen a zenéről beszélsz, el akarod halkítani a saját hangodat, a zenét felerősíted, ezt egy hangsávon nem lehet megoldani. Ezt sajnálatos módon az SSR, a kedvenc felvevő programom nem tudja, vagy nem jöttem rá, hogy hogyan lehet ezt beállítani. Van egy egyszerű, de nem túl elegáns megoldás, és erről mindenkit lebeszélek, hiszen egy másik programmal simán meg tudjátok oldani azt, hogy jól, kényelmesen vágható, és viszonylag elfogadható minőséget kapjatok, nyilván, és ezt nem javaslom, de egy egyszerűbb megoldásnál, egy olyannál, ahol igazából hát gyorsan valamit el akarsz végezni, és nem a minőségre mész, akkor az is megoldás, hogy a hang a gépbe hallható rendszerhang. Például úgy legyen felvéve, hogy melletted megy a hangszóró és a mikrofonba az is belebeszél, meg te is. Ez nem jó, mert egy hangsávra fog felkerülni a hanganyag, a két adag hang, és ezt vágni elég nehézkes, nem tudod szabályozni külön-külön, nem tudod külön-külön a hangsávot vágni, akkor hát belekeveredhetsz, ráadásul az erejét is a hangoknak, nem tudod utólag szabályozni, hiszen hogyha mondjuk megy egy zene a hangszóróból, meg megy a beszédet, akkor be tudod állítani a kis potméterrel a hangszóródon, hogy hát bizony ez ilyen hangosan szóljon, vagy természetesen
szoftveresen is be tudod állítani, de utána már nem tudod halkítani, hangosítani, vagy vágni az adott sávról, hiszen egy sávról vagy kivágod azt a darabot, vagy nem. Azaz ezt a megoldást el kell kerülni. Oké. Mivel lehet ezt megoldani? Nagyon egyszerűen meg lehet oldani ezt a programot szerintem, ha másképp nem, hallomásból mindenki ismeri, hiszen ez egy streamer program. Ez a streamer program azt jelenti, hogy hát bizony valamit csinálnak, jellemzően játszanak az emberek, és aztán kistreamelik mind a tévén, és nézi a többi a YouTube csatornán, akármilyen egyéb Twitch-en, egyéb ilyen helyen. Nagyon izgalmas, erre való, de ez rögzíteni is tud, alapból is tud rögzíteni, és nagyon kényelmes OBS Studio, rakd fel, alapkonfigurációba rakd fel. Ez az alapkonfigurációt azért emelem ki, mert ehhez nagyon sok kiegészítő érkezik, arra nekünk szükségünk nincs, jellemzően a streamereknek, a professzionális streamereknek vannak erre szüksége, amiket föl lehet rakni. Én azt mondom, hogyha megkeresed a tárolókból az OBS-t, és utána felrakod, teljes kényelmi funkciót megkapsz egy rögzítéshez. Telepíteni kell, úgy kell telepíteni, ahogy a te disztribúciódban megszokott, az Arch-ba, az Aur-ba ott van, sok-sok kiegészítővel, sok-sok lehetőséggel, alapból felhúzott, villámgyorsan, kész is volt, be kell állítani természetesen. Egy alap, egyszerű konfigurációt fogok bemutatni. Ennél az OBS Studio 1000-szer többet tud. Azaz, hogyha olyan igényed van, hogy több monitort szeretnél, vagy több videóbemenetet szeretnél rögzíteni, ugyanabba és különböző beállításokkal és elhelyezésekre a videóba, mert nem akarsz vágás közben ide-oda különböző képvideókat vagy részvideókat bevágni egy-egy rész területre, akkor azt is meg tudod tenni, tehát szuper, nagyon jól konfigurálható rendszert fogsz kapni az OBS Studio-val, és hozzáteszem, nagyon kellemes meglepetés volt számomra, egyszerűen is be lehet állítani. Ami nagyon fontos, és most mondom, mert biztos, hogy menet közben el fogom felejteni, ha ezt a megoldást használod, akkor nyom ki a hangszóródat. Tehát nehogy az legyen, hogy te felveszed a gép hangját, vonalbemenet hangját, vagy akármilyen hangot, meg a mikrofont, és háttérbe ott kajabál a hangszórod, és nyomatja a hangot. Nyilván szoftveresen is le lehet húzni a hangszórók erejét, de én azt mondom, a legegyszerűbb, hogyha a hangszóról lévő kibekapcsoló gombot használod, akkor fix, hogy nem fog egy picit bepercenni, ha mozgatod az egeret. Tehát ilyen statikus zajokat nem fog generálni az egyszerűbb hangszórod. Nekem is egyszerűbb a hangszórom, tehát 2000 forintos és legalább 10 éves, azaz figyeljünk arra, hogy az ne percegjen be, kikapcsoljuk, aztán utána nem lesz vele teendőnk. A telepítés után egyértelműen be kell állítani. Van pár lépés, amit meg kéne tenni, nézzük is meg ezeket a lépéseket. Az első beállítás, illetve indítás után az első fontos teendő, eldöntöd, hogy te streamelésre használod, vagy videó rögzítése. Nyilvánvalóan mi a videó rögzítés, azaz az alsó kis sort fogjuk kiválasztani, és utána már léptetünk is tovább. Egyértelmű, de erre nagyon figyelj, meglepődtem, hogy a kettőt külön választották. A következő dolog, amit érdemes beállítani és odafigyelve kiválasztani, ami számunkra megfelelő, hogy az alap a vászon felbontása mekkora legyen. Én természetesen a vászon a monitor legnagyobb felbontását választottam ki, natívan szeretem felvenni a videóimat, és ha kell nagyítani és kicsinyíteni. Miért? Mert ne a felvevő program, amikor te rögzítesz hangot, esetleg több videóbemenetet, akkor a processzorod jól le van terhelve, igaz? Hát ne akkor kezdjen el nekem különböző méreteket konvertálni, meg egyéb ilyen dolgokat, ez én véleményem szerint a legkényelmesebb és a legegyszerűbb, natív a monitor tényleges felbontásával készült videók, és utána, hogyha kell, én azon rontok, meg megpróbálok javítani, illetve az alsó beállítás nagyon fontos, az FPS. Ezt véleményem szerint a legmagasabbra érdemes venni. Akkor, és csak is, kizárólag akkor vedd ezt lejjebb, hogyha te tudod, hogy mit csinálsz, és nagyon gyenge a géped. Próbáld ki,
hogy a 30-as, 60-as, vagy akármelyik beállításnál a processzorod, a géped mennyire van leterhelve, ha kicsi a gép. A mai modern gépeknél természetesen a maximális FPS a másodpercenként megjelenő képkockákat fogja ő ezzel szabályozni. Ezen te tudsz rontani, csökkenteni, inkább így mondom, de hogyha nincs megfelelő gyorsaságú, mennyiségű képkocka, és attraktív, tehát mondjuk egy játékot veszel fel, vagy egy videó kép is mozogott háttérbe, akkor neked szaggatni fog a képed, ami nagyon-nagyon zavaró egy videónál. Azaz vedd maximálisra, és hogyha kell majd a végén, mármint vágás közben, átkonvertáltathatod egy kisebbre, ott sem muszáj, de hogyha úgy gondolod, akkor természetesen ott lejjebb veheted, hiszen egy ilyen statikus dolog, mint egy videó vágó program bemutatása, hát bizony szerintem 25-30 képkocka per másodperccel bőven-bőven jó, de mondjuk, hogyha ilyen lövöldözős, futkosos játékot veszel fel, az már kevésbé lesz jó 20-25-30 FPS-sel, hiszen hát minden streamer, minden játékos gamer gyerek tudja, hogy a videokártyákat úgy veszik meg, először is természetesen, hogy RGB legyen és villogjon rajta minden, nem? A normális elgondolás az, hogy a képkocka számot nézi meg az adott játékba, és ott azért, hogyha 30-al pörög a játékot, akkor azért arra a videokártyára úgy nézel, hogy bocsi, de ez kukába való, manapság már inkább a 60, illetve a 100-120, és a fölöttiek azok, amiket elfogadhatónak tartanak, játék közben, videó közben, természetesen nagyon-nagyon jó, hogyha 60-nal rögzítesz. A következő pillanatban, erről nekem most nincs képem, hiszen látjátok, vagy nem látjátok, de én elmondom, az első három képes statikus kép, és nem egy videó, hiszen én már beállítottam a programomat, és visszalépni, letörölni a jó beállításaimat, nem fogom csak azért, hogy rögzítsek egy videót, hát bizony egyértelmű a következő lépés. Ő azt fogja mondani, hogy most aztán tesztelni fogok, te azt mondod, hogy igen, engedélyezem a tesztet, és le fog futni. Le fog futni a tesztelés, hogyha valamit nagyon-nagyon rosszul írtál be, nem lehet, hiszen nagyon egyszerű a választási lehetőségek, akkor majd szól, de ahogy látni, nálam egy szoftveres kódolás lett beállítva, a felvétel minősége jó minősége, hát bizony egy közepes fájméretet fog adni, soha ne azzal törődj, hogy milyen a fájméret, a jó minőségre törekedjél, amit a te géped, a te igényeid szerint jó minőségnek definiálsz. Ha nagyobb a fáj, hát nagyobb. Hát a mai tárhelyek mellett teljesen mindegy, hogy egy rögzített videó, főleg, hogyha csak ilyen rövid, pár perces, 5 perces, 1 órás videót készítesz, hogy mennyi a fájméret, az alapvászon felbontása mennyi, a kimeneti skálázott felbontás mennyi, ez jobb, kényelmesebb és kevesebb processzorigényt ad, hogyha a kettő egyező. Az FPS ennyi. Amennyi beállítottam, tudja a gép, bírja a gép a 60-at. Azaz be vannak állítva az alapdolgok, hogy te szép és jó minőségű videót rögzíts a monitorodon. Vedd észre, nem streamerről beszélünk, hogy te most aztán közvetítesz a Twitch-en, akármilyen streamelést végzel, a videórögzítésről beszélünk, ott mások lehetnek a beállítások, arról rengeteg videót fogsz te találni az interneten, és használd őket egészséggel, 1 millió van, és ott egy kicsit mások a beállítások, kezdve ott, hogy az első választásod nem a videó rögzítése lesz, hanem a streamelés lesz, de hát ez megint egy másik téma. Utána ehhez hasonló képet fogsz kapni. Hasonlót, de nem teljesen ugyanilyet, mert hát nyilvánvalóan nekem vannak már beállításaim. Első gondolat az, hogy nézzétek meg, 2 darab audio bemenetet fogunk kapni. Az első az asztali audio, a másik a mikrofon, az AUX. Legalábbis ők így hívják, elhiszem, hogy ez a neve, és lehet látni, hogy jár a szám, azaz gyakorlatilag szépen mozog a hangfelvétel, és ilyenkor hangot is rögzíthetek. A következő gondolat, hogyha nem mozog, akkor mit kell csinálni, nem megijedni, hanem egyszerűen erre rákattintasz, és tulajdonságokra rákattintasz, és az eszközt kiválasztod,
Ennyi, ha az asztali audio nem mozog, az természetes, ha nem megy háttérbe semmi, tehát mondjuk nem indítottál el egy zenét, ez a legegyszerűbb dolog, hogyha nem indítottál el egy zenét, akkor természetesen a csúszka nem fog mozogni, de indíts most el egy zenét, vagy indíts el egy YouTube videót, vagy akármit, vagy hallgass engem, és akkor szintén rákattintasz, szintén megkeresed a tulajdonságokat, és a legördülő menüből kiválasztod azt a hang bemenetet, amit te szeretnél. Természetesen azt választod ki, ami, hát ahonnan jön neked a videód, a hangod, inkább így mondom, ha pedig ezek után sem megy, visszajössz ide, és kiválasztasz egy másikat. Nyilvánvalóan én azért azt szoktam mondani mindenkinek, hogy jó lenne, ha ismerné a gépét és a audio, videó, egyéb bemeneteknek az elnevezését, de nyilvánvalóan aki kezdő, nagyon egyszerűen ki tudja választani a megfelelő audio bemenetet, végig zongorázza az összeset, és ami működik, azaz itt a csúszka ugrabugrál, az természetesen megfelelőnek fogja minősíteni, és azt használja, szóval be kell állítani. Oké, mi van még itt? El tudod hallgatni azt az adott bemenetet. Azaz, hogyha csak az asztali audiót, mondjuk a háttérbe futó zenét, amit lejátsz a gép, azt szeretnéd felvenni, játékprogram hangját, akármit, és a saját hangodat, a háttér zajokat a mikrofonon keresztül nem, akkor ezt szépen kinyomod, de nem felejted el visszakapcsolni, azaz menet közben is ki be tudod kapcsolgatni a hangot, azaz a bemeneteket. Tehát nem kell feltétlenül vágáskor kivágni azt a részt, hogyha én, hát a háttérzaj megy, de csak a hanganyagot, azt, amit a játékad, azt szeretnéd a videód alatt megtartani, nem feltétlen kell, de nyilvánvalóan mondjuk, hogyha egy programot mutatsz be, vagy játszol, akkor nem ezt fogod nyomkodni, de lehetőséged van, akár a videó bemenetek, akár az audio bemenetek ki- és bekapcsolására. Ha véletlenül azt látod, amit itt lehet látni, hogy bizony sokszor belelőtted a pirosba a csik, akkor ezzel lejjebb tudod venni a hangnak az erejét, vagy a háttérbe futó vonalbemenet, akár monitor asztali audiónak a bemenetét lejjebb tudod venni. Azt hiszem egyértelmű, be tudod fogni a saját szádat, meg tudod adni a hangnak az erejét, maximális felvehető erejét. Arra figyelj, hogy ki kell kísérletezni azt, hogy melyik az, ami ideális neked, melyik a te rögzítési módodnak az ideális, de alapvető ökölszabályként én azt mondom, hogy akkor rögződik jól egy audio sáv minimális elvárással, ha nem megy bele a pirosba. Nem kell ennek a technikai, egyéb háttéreit ismerni, utána lehet olvasni természetesen, de hogyha havi egyszer rögzítesz valamit, akkor azért nem kell ennyire belemélni. Az a lényeg, ne menjen bele a pirosba, ne legyen túl vezérelt. Ezt egyszer beállított, hiszen vélhetően nem futkározol menet közben mondjuk a mikrofontól, ez az a kényes dolog, a mikrofontól, és természetesen megmarad az a beállítás. Oké, alapesetben észreveheted, hogy itt bizony te nem kaptál más, csak egy nagy fekete pacát, nincs kép. Hozzá kell adni ugyanúgy, ahogy ide hozzá lehetne adni még egy-egy audioforrás, hozzá kell adni a kép felvételnek a lehetőségeit is. Rákattintasz a plusz jelre, és kiválasztod, hogy honnan szeretnéd a képet, melyik bemenő forrásból, nagyon szépen mondtam, ugye, szeretnéd a képet rögzíteni, ennek vannak ilyen kis tulajdonság ablakai, kiválasztod a képernyőt, természetesen, hogy melyik legyen, hiszen az elején, egy pillanatoddal visszamegyek, hozzá tudunk adni, kiválasztjuk, asztal, bemeneti, rögzítő, böngésző, akármi kép, képernyőfelvétel, ez az, ami számunkra éppen kényelmes, illetve nekem ez van beállítva, és rákattintasz, és megkapod a tulajdonságot. Kiválasztod, hogy milyen bemenetet kell? Hát, hogy
ha nem tudod, hogy melyik az a bemenete, meg melyik az ideális, mi a megoldás, mit emlegettem, ha valamihez nem értünk, van egy lista, mindegyiket kipróbáljuk, és ahol megjelenik a monitor képed, akkor örömmel az lesz a jó megoldás. Oké, a monitor, mivel nekem kettő van, nagy meglepetés, mi? Már mindig szoktam emlegetni, ennyi. Kiválasztod, hogy melyik, látod az OBS Studio beállításához, bemutatásához én az SSR-t használom, ez a másik monitorod, és kiválasztod a fő monitort, amit te szeretnél rögzíteni. Nagyon egyszerű, kurzorfelvétel. Ugye nem kell elmondani, legyen-e kurzorod, vagy ne legyen kurzorod, speciális beállításokat meg tudsz tenni. Én mindenkinek azt mondom, hogyha a speciális beállításokat nem piszkálja, akkor különösebb baj nem lehet. Mit tudsz megtenni még? Természetesen azt, ami nagyon fontos, le tudsz vágni a monitorból, a széléből, hogy bizony ne az egész, hanem mondjuk csak 5-5 pixellel kisebb legyen rögzítve. Nagyon-nagyon professzionális dolog, és én azt mondom, hogy ez túlmutat itt a felvétel lehetősége, hiszen látjátok, itt még jó néhány bemeneti videó jelet tudunk feldolgozni és összerakosgatni a monitorunkra, a felveendő képünkre, a videónkra, real time-ba is, tehát nem utólag, hogy én videóvágóval ide-oda rakosgatok egy másik monitornak a képét, hanem ha te ide felveszed a monitoroknak, akármilyen videó bemeneteknek a képét, akkor össze tudod pázlizni nagyon-nagyon szépen, úgy, mint a streamerek. Rajta van a fejük, rajta van ez, rajta van az, akármit meg tudsz ezzel oldani. Na, hát ez nem is lényeg, ez egy esetleg későbbi videónak lehetne az anyaga, és leokézod. És ezen túl ez a beállítás lesz nagyon-nagyon professzionális, át tudom váltani, ahogy mondtam, és még egyszer megmutatom, mert ez nagyon kényelmes, hogyha kettő darab, menet közben is meg tudod tenni, ezt kettő darab monitorod van, és váltani szeretnél köztük, meg tudod tenni, és akkor egyiket, másikat össze tudod hozni a váltásba, vagy egyszerre fel is tudod venni. Nagyon-nagyon szép, és nagyon kényelmes. Oké, utána a felvételt hogyan indítod, nem fogom megtenni, nem akarok kettő felvételt futtatni egymás mellett, hogy a felvétel indítása, nyilván figyelj oda, nem a stream indítása, hanem a felvétel indítása lesz a következő dolgod, majd utána erőteljesen figyeled itt, hogy a CPU-d mennyire van leterhelve. Hogyha 100% fölé megy, akkor vagy a képkocka számot, vagy a kódolót, vagy akármi mást kell átváltani, hiszen 100%-os teljesítménnyel ne pörögjön a CPU-t, mert azért eléggé leterheli a gépedet. Nem lesz ilyen modern gépekkel, nem lesz ilyen, hogyha régebbi géped van, akkor természetesen előfordulhat, hogy fölmegy jó magasra a CPU terhelés, de hát az igazából nem ahhoz való gép, hogy rögzíts valamit, hogyha 100%-on pörög, vagy rossz a beállítás. Nem fogok a beállításokkal nagyon-nagyon vacakolni. Kettő dolog érdekel engem, a hang. A hang mintavételezés, arra állítod, amire akarod, alapbeállítás jó, csatornák sztereó, nyilvánvalóan sztereó felvételre alkalmas a mikrofonom, teljesen jó minőségben fogjuk ezt megoldani, monóra neted, persze teheted, a te videód lesz, ha lehet a sztereó módod, legalább hagyd meg, hiszen azért a monóban már, hát nem nagyon minőségi a dolog, nem olyan kényelmes hallgatni, meg különben is vágás közben, audio vagy videóvágás közben le tudsz valamit butítani, de egy újabb sztereó, minőségi sztereó csatornán nem tudsz hozzátenni. Az eszközök, nézd meg, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bizony 6 darab lehetőséged van, ami azt szabályozza neked, hogy ilyen bemenetek vannak a géped, és be tudod állítani. Az asztali audio beállítottuk, kiválasztottam azt, ami kell, tehát nekem a gépbe, alaplapba, processzorba lévő, hát bizony bemenetet vagy hang készítő eszközt fogom használni, nem a videokártyába lévőt, és természetesen nem a
mikrofonomban lévő hangszóró kimenetet szeretném ott használni, hanem ami ottan benne van, azt a audio még egyet is meg tudsz adni. Tehát nyugodtan tudsz itt variálni, ha többféle van, és természetesen, hogyha van neked jó sok mikrofonon, esetleg olyan van, hogy te beszélsz, és van veled szemben egy riportalany, és ő is beszél, és két sávra szeretnéd a két mikrofonnak a bemenetét bizony felvenni, akkor ezt is meg tudod csinálni. A halkulási csúcsmérték, ez igazából nem kell, haladó, a hangfigyelő eszköz alapértelmezetten hagyva bőven meg fog felelni neked, gyors billentyűket meg tudod adni, én nem szoktam ezeket megadni, mert belekeveredek, illetve ütközhetnek, hogyha nagyon bele nyúlkálok ezekbe a dolgokba, azzal, hogy véletlenül megnyomok valamit és lehalkítom, elcsukom, lezárom a hangomat, és akkor utána vehetem föl újra az egészet. Oké! Miután már megadtunk mindenkinek mindent, hogy melyik eszközöket használja, meg kell szegény OBS-nek magyarázni, hogy legyen szíves külön-külön hangsávot használni minden bemenő eszközhöz. Nem tudom, hogy miért így találták ki, és miért nem alapból egy bemenő eszköz, egy hangsáv, hiszen ha egybe játszod le, akkor természetesen egymás fedésével játszódik le, hanem, hát nem tudom, ők itt találták ki, én azt mondom, hogy ide kell menni a kimenethez, és a rögzítés, rögzíteni szeretnénk, itt bepipálni annyit, amennyi neked kell. Annyit, amennyi neked kell, amennyi van. Nekem kettő van, kettőt pipálok be, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-ost nem használjuk, és erre nagyon figyeljünk. Majd beállogathatod, hogy milyen kimenő, meg egyéb formátumot szeretnél használni, MP4-est, vagy akármit, arra azért figyelj, hogy van, amelyik nem támogatja a több hangsávot, én az MP4-essel, vagy az MKV-val teljesen elégedett vagyok, átállítottam MKV-ra, itt finomíthatod a dolgokat, igazából nem az én feladatom, hogy ezekkel úgy belemélyedjünk, nem is érdekel igazából, azaz 1-es, 2-es be van pipálva alkalmaz, nem felejtjük el, és majd utána a hangbemeneti eszközökre ráteggeljük, rákényszerítjük, hogy azokat használják. Rákattintunk tulajdonságok, nem speciális hangtulajdonságoknál, az asztali audio legyen az 1-es sáv, de csak oda tegye. A mikrofon legyen a 2-es sáv, de csak oda tegye, és így meg tudod adni, hogy melyik sávra milyen hanganyag kerüljön, és ez nagyon-nagyon fontos. Különböző egyéb dolgokat is be tudsz állogatni, láthatod, hogy a mikrofont egy picit lejjebb húztam, hogy a pirosba ne lökje át magát, és bizony itt is beállogathatod, illetve a jobb-bal egyensúlyt meg tudod adni, nem kéne hozzányúlni, és a késleltetést, ez inkább a szinkron eltolás, ott fontos, ahol streamelsz, és van egy kis késleltetés, videófelvételnél nem nagyon, bezárjuk, és ezek után már el is készíthetjük a minta állományunkat, ami egy nagyon egyszerű mintaállomány lesz, menni fog egy videó, akármilyen videó, keressük meg az én videócsatornámat, Linux, magyar és videók, és Eneter, ahogy hallani, illetve itt látni, hogy mind a kettő felvételi eszköz az asztali audio, ami egy háttérvideót játsz le, mert éppen azt akarom bemutatni, hogy a hangerőt hogyan lehet szabályozni, az egymásra menő két hanganyag, az bizony nem jól hallható. Hát nézzük is meg, hogy én ezt hogyan tudom megoldani. Vagy ide kattintunk, és az asztalinak, tehát a videó anyagnak a hangját én lehúzom teljesen, vagy mit teszek, a későbbiekben szabályozottan vágni fogom, nagyon kényelmesen. Nézzük is meg egy kicsit élő példába. Indítsunk el egy olyan eszközt, amivel szabályozhatjuk a hangerejét a videónak, és bizony én ide rákattintok, megjelenik, és látjátok, halljátok, én lehúzom a csúszkát, egy kicsit erőteljes lett a hangom,
De gyakorlatilag hát bizony alatta ott hát mocorog a videóhang, és én azt szeretném bemutatni, hogy ti azt halljátok, hogy a csúszkát lehúzom, feljebb húzom, a hang milyen szépen úgy tudod csökkent, akkor bizony ez egy kis utómunkával, vágómunkával kényelmesen megoldható, de akkor nem, hogyha ez kettő darab hangsáv, tehát az egyik és a másik egybe megy, egybefut, a kettőt szét nem tudom választani, nézzük is meg egy kis vágási technikával, hogyan oldható meg. Miután végighallgattátok azt a kacsvaszt, amit az előbb csináltam, tehát két hangsáv, két bemenet és egymásra beszél, és hát igazából össze-vissza karattyolt a dolog, érthetetlen volt gyakorlatilag. Nézzük is meg abból, hogyan tudunk normális dolgot kihozni. Első lépés természetesen az megnyitjuk a kedvenc KDN live-unkat, megfogjuk és berakjuk a fájt, és mit látunk, hogyha vágólapra tesszük? Nagyon egyszerű, szétválasztva kettő darab hangsávot látunk, amivel szépen fogunk tudni dolgozni. Első gondolat az, hogy hogyan tudod meghallgatni azt, hogy hát bizony melyik hangsáv hogyan szól, hogyha ide mész és elindítod a hang felvételnek a lejátszását, illetve a videófelvételnek a két hangsávos lejátszását, mit hallasz? Ahogy hallani, illetve itt látni, hogy mind a kettő, ezek egymáson vannak, nem jó, így nem tudsz vele dolgozni. Ki tudod kapcsolni az egyiket és a másikat, és utána már semmi problémád nem lesz a szétválogatással. Ezek után vágni nagyon könnyen tudsz, de van egy kis trükkje, hogy a vágást hogyan teszed meg. Én első körben azt szoktam bejelölgetni, hogy hol kezdődnek azok a részek, ahol én valamelyik hangsávot halkítani vagy hangosítani szeretnék, és berakosgatom azokat a jelzéseket, ahol valamit nekem kell tenni. Tudom, hogy ez egy kicsit bonyolultnak tűnik, én úgy gondolom, hogy az első lépés legyen az, hogy bejelölöd, hogy tudod, mit, hol és hogyan kell vágnod. Ezt azért érdemes megcsinálni még a nyers vágás előtt, hogy a hanganyagot be tudsz szépen állogatni, és utána már a képanyagot hozzá tudod vágni. Ezt megcsinálom, és utána visszatérünk a munka folyamatra. Miután már egy kicsit összerakosgattuk a dolgokat, és elképzeltük, hogy hol halkabb legyen az egyik, hol legyen egy kicsit halkabb a másik, meg kell vágni. Hát nyilvánvalóan az elején nem igazán lenne jó, hogyha egyforma, gyakorlatilag egyforma hangerővel szólna a háttérvideó, így bizony itt én el fogom vágni. Én ezt megnéztem az, hogy ez a pillanat az, amikor elkezdem magyarázni, hogy az itteni csúszkát piszkáljuk, és akkor elhalkul meg egyéb, és én úgy gondolom, hogy ezt a részt kijelölöm, és ráteszünk egy audio szűrőt, azaz elkezdjük egy kicsit lehalkítani a dolgokat, kétféle megoldás van, vagy ezeket a csúszkákat piszkálgatod, vagy rákattintasz, és adsz egy keyframe-et neki, gyakorlatilag lecsökkented a hangerőt az egészen az elejétől a végéig. Azért szoktam ezt a keyframe-es megoldást csinálni, mert ott a legkényelmesebb és a legjobban hallható dolog, hogy beállítom, és esetleg valahol egy kicsit halkítok, vagy hangosítok rajta. Meg lehetne az egészen is csinálni természetesen, de az elég sok keyframe elhelyezésre adna okot, én azért földarabolom, kényelmes. Az eleje legyen ilyen halk, bele is tudunk hallgatni, ahogy hallani, illetve itt látni, hogy mind a kettő felvételi eszköz az asztali audio, ami egy háttérvideót játsz le, mert éppen azt akarom bemutatni, hogy a hangerőt hogyan lehet szabályozni, az egymás, és utána hát be lehet állítani, és a végére is, hogyha esetleg szeretnél, egy keyframe-et is elhelyezhetsz, nem muszáj, hogyha egyforma,
decibelre is beállíthatod, hanghatásra is beállíthatod, látható szépen meg is jelenik, amikor ez kész van, tehát halljátok majd a videó elején, hogy azért egy kicsit konszolidáltabban, normálisabban fog megjelenni a másik videó, érzitek, hogy szól, de nem annyira zavaróan. Itt ebbe a részbe már, ahol azt a csuszkát piszkálom, igazából jó lenne, hogyha a csuszka piszkálása is érződne, de nem lenne különösebben erőteljes a hang. Ilyenkor természetesen mit csinál az ember? Itt is egy picit halkít, tollig részbe tudunk halkítani, és valahol itt szeretnék egy kicsit belehalkítani, szintén csinálunk egy vágást, tehát az, ahol teljesen halk volt, mert lehúztam, az nem annyira érdekes, hát egyértelműen a csuszkát itt lehúzom, akkor egyértelműen halkabb lesz, ráteszünk megint egy effektet, de a végét is le fogjuk vágni, és a végét is le fogjuk vágni, ráteszünk halkítást, és bizony rákattintunk, és be tudjuk állítani, mennyi decibelle legyen egy kicsit halkabb, és halkabb lesz. Itt sem fogok én különböző keyframe-eket beállítani, az elejétől a végéig ugyanolyan erejű hangot szeretnék itt elérni. A következő, ami bemutatja, hát elég bénám, mert azért nem annyira pontosítottam rá, hogy a csuszka mozgatásával nő és csökken a hang, akkor itt alatta nem kell számunkra hangnak lenni, tehát a felvezető dumámat, amit menet közben mondogattam, hogy érezzétek, hogy itt azért elég katyva zaj van, azt ki fogjuk kapcsolni, nézzük is meg, hogyan kapcsoljuk ki azt a hangot, két lehetőség van. Az egyik nagyon egyszerű, fogod, szétbontod a videó hang-hangsávokat, három darabra rákattintasz, és Ungrab Clips-et választod, és ezt az alsó, ami nem kell, kitörlöd. Ez nem jó. Illetve jó, csak időnként elég béna dolgokat lehet összehozni vele, én inkább azt mondom, tartsuk meg, de fogjuk be a számot, és csak az eredeti bemutatott, hogy a csuszka mozgatásával hogyan működik a hangváltoztatás, azt hagyjuk meg, rákattintasz, beteszel egy effektet, a hangerő effektet automatikusan, és az egészet lehúzott teljesen idáig, és ahogy majd meghalljátok, az én hangom eltűnt, az eredeti videó hangja lesz, és akkor majd látjátok, hogy a csuszka mozgatásával lehet a hangot változtatni. A következő részben már természetesen az én beszédem, amikor előadom számotokra, hogy hát bizony mit kell csinálni, és miért jó az egy vagy két hangsáv, az bizony az eredetiben nem kéne hangot hallanunk, az az eredeti videónak, amit hát mögöttem ment, és halljátok, és csinálta a fesztivált, hogy igazából se a beszédem, se az eredeti videó beszédje nem volt érthető, én bizony az ő hangját fogjuk befogni, és természetesen megint berakunk egy darab szűrőt, ez a legegyszerűbb, hogy így rákattintasz. Elég intelligens a program, mert hogyha videó részre kattintasz, akkor más szűrőket ajánl föl. Nyilvánvalóan itt az egészre befogjuk a számot, jól lehúzzuk, hogy azért lehessen egy kicsit hallani, az 35 környékén volt az elején, itt azért legyen 42, és akkor ugye picit háttérzajként halljuk, de azért érzitek, hogy az én hangom lehet jobb, és akkor a végét levágjuk, és utána ezt a darabot le fogom renderelni, és beillesztem a videóba, és most fog elindulni az, hogy az eredetiből miért sikerül csinálni. Ahogy hallani, illetve itt látni, hogy mind a kettő felvételi eszköz az asztali audio, ami egy háttérvideót játsz le, mert éppen azt akarom bemutatni, hogy a hangerőt hogyan lehet szabályozni, az egymásra menő két hanganyag, az bizony nem jól hallható. Hát nézzük is meg, hogy én ezt hogyan tudom megoldani. Vagy ide kattintunk, és az asztalinak, tehát a videó anyagnak a hangját én lehúzom teljesen, vagy mit teszek, a későbbiekbe szabályozottan vágni fogom, nagyon kényelmesen. Nézzük is meg egy kicsit élő példába. Indítsunk el egy olyan eszközt, amivel szabályozhatjuk a hangerőjét a videónak, és bizony én ide rákattintok, megjelenik, és látjátok. Jól
működni. Az itt már az, hogy csempéző, ablakkezelő, hát bizony az nem csak abból áll, hogy egymás mellé vagy spirálba, vagy akárhogy, ahogy az ablakkezelő megálmod, a hang milyen szépen csökken, akkor bizony ez egy kis utómunkával, vágómunkával kényelmesen megoldható, de akkor nem, hogyha ez kettő darab hangsáv, tehát az egyik és a másik egybe megy, egybe fut, a kettőt szét nem tudom választani. Hát nézzük is meg egy kis vágási technikával, hogyan oldható meg. Halljátok a különbséget, egyértelmű. Egyébként ez nem így működik, mert ez eléggé favágó munka, és azért pontosítani kell, de azért átláttátok, itt a két hangsáv erejével tudunk variálni, úgy, hogy igazából nem lesz itt különösebb nehézség, csak ennél sokkal, sokkal pontosabban kell dolgozni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Ezt a két dolgot szerettem volna bemutatni. Az egyik, hogyan tudunk két audio forrásból rögzíteni két csatornás hangot, természetesen több csatornásat is tudunk, ha több bemenő forrásunk van, és azt hogyan lehet használni. Mind a kettő megoldás nagyon egyszerű. A videóvágásnál nem szerettem volna komolyan kitérni annak a technikájára, hogy hogyan kell pontosítani, keyframe-eket elhelyezni, hanem csak a legvastagabb, a legdurvább megoldást választottam, hogy ahol hangosabbnak kellett lenni, ott meghagytam az eredetit, amelyik sávba meg egy kicsit halkítani akartam, abba erőteljesen belehúztam. Ezt a végtelenségig lehet finomítani, de nem hangmérnök vagyok, hanem egyéb szakmám van, és ezért mindenkinek azt ajánlom, hogy kísérletezzen egy csomót vele, mert nagyon szép dolgokat lehet megcsinálni, nagyon egyszerűen. Köszi szépen, sziasztok!